Áldás békességet! Szeretettel köszöntöm a kedves nézőket! Isten igéjét a zsidókhoz írott levél második fejezetéből olvasom, a második, harmadik és negyedik versekből. Mert ha az angyalok által hirdetett ige olyan erős volt, hogy minden törvényszegés és engedetlenség megkapta igazságos büntetését, akkor hogyan menekülünk meg mi, ha nem törődünk így nagy üdvösséggel, amelyet az Úr hirdetett először. Azok pedig, akik hallották, megerősítették ezt számunkra. Isten pedig velük együtt tett bizonyságot jelekkel és csodákkal, sokféle erővel és a szentilek ajándékaival amelyeket akarata szerint osztott szét. Máshogy nem lehetünk kedvesek Isten előtt, csak olyan módon, ahogy Isten nekünk ezt a Bibliában jelentette ki. Ezt a kijelentést alátámasztják a jelek, a csodák és az Isteni erő munkája. Mi módon menekedhetünk meg, ha ilyen nagy szabadítással nem törődünk, mondhatnánk ezzel a másik szóval az üdvösséget. Isten szabadító munkájával, ha nem törődünk, akkor hogyan menekedhetünk meg? Mi a nagy szabadítás? Amikor önmagunkat elítéljük, nem tudunk semmiféle áldozattal engesztelést szerezni, a szentírás bikák, bakok mellett még az első szülöttek feláldozását is említi, akkor Jézus Krisztus a segítségünkre siet. Ő megalázta magát, hogy kimentsen bennünket a bűn, romlásának, rabságának és szolgaságának fogságából. És hogyha Jézus megment bennünket, akkor boldog állapotra jutott és boldog bizonyosságra. Hogyan menekülhetünk meg, hogyha a Szentírás kijelentésével nem törődünk? Nagy lelki szabadítás ez, nagyobb, mint a zsidók szabadítása Egyiptomból. Nem a megszabadult ember nagyobb, hanem Jézus Krisztus nagyobb, a nagy szabadító. Ezt a szabadulást ő kezdte el hirdetni, amelyet az Úr hirdetett először nekünk. Mert az Úrnak lelke volt ő rajta, hogy evangéliumot hirdessen a szegényeknek, a foglyoknak és a megkínzottaknak. Nagy lelki szabadítás! Ezt a szabadulást Jézus kezdte hirdetni, de az apostolok tovább mondták és mondjuk mi is, mai hívők. A csodák igazolták, mi nagyok az ő jelei, mi hatalmasak az ő csodái, az ő királysága, örök királyság, és uralma megmarad nemzedékről nemzedékre. Láttuk a csodákat Jairus lányának, Lázárnak a feltámasztása, a vakok szemeinek megnyitása, a süketek hallóvá tétele, a sánták járóvá tétele, a leprások megtisztítása, az ördögök kiűzése, magának Krisztusnak a feltámadása, a szentlélek kiosztása, gyógyítások, profécia. És itt tovább. A nagy szabadításnak csak egyetlen útja és egyetlen bejárata van, ez pedig nem más, ő pedig nem más, mint Jézus Krisztus. Miért vetik meg az emberek ezt a szabadítást? Miért nem törődnek vele? Hogyha van egy nagy ügy, azzal törődünk, ne feledkezzen el, hangzik el sokszor az intésben, a média eszközein keresztül is. A nagy ügyekkel törődnek az emberek, sorba állnak, hogyha valami fontos dolog van, hogy lenne maradjanak az autókkal, az autószerelő műhelyekben, az energiaügyintézésben, az ügyintéző helyeken a boltokban, mikor egy hárucik akciós, vagy amikor politikai véleményt kell nyilvánítani. Miért vetik meg az emberek éppen az üdvösséget? Az, az, azért, mert azt gondolják, hogy nincs semmi haszna. Pedig Jézus szabadításától lenne békessége a lelküknek. Pedig Isten családjába fogadtatnának, ha törődnének vele. Azt gondolják, hogy kétséges az egész, hogy nem bizonyos. Pedig az Úr hitelesítette az ő hívásával, az ő szavával és a tanúbizonyságok által. Mi, akiknek az élete megváltozott, mindannyian tanúsítjuk ezt. Az emberek azért vetik el az üdvösséget, mert azt gondolják, hogy nem tartozik rájuk. Pedig minden embernek szüksége van lelki békességre. A hanyagság kérdése van tehát előttünk. Aki nem törődik vele, annak nincsen menekülése. Nem kell ahhoz nagy dolgokat csinálni, hogy valaki elveszen, elég a hanyagság. Elég, hogyha nem törődik valaki ezzel. Elég, hogyha azt gondolja, hogy ez őre nem tartozik. Aki nem törődik vele, annak nincs menekülése. De ha valaki megcselekszi, ha valaki az üdvösségével törődik, akkor boldog lesz, hogy Jézus mondja, ezt cselekedve ti boldogok vagytok milyen szomorú következménye van annak, ha valaki nem törődik a nagy szabadítással. Az Isten haragja marad rajta. Aki hisz a fiúban, annak örök élete van, de aki nem enged a fiúnak, Isten haragja van rajta. Egy újonc misszionárius elmondta, megfigyelte Afrikában, hogy a benszülöttek úgy kelnek át a folyón, hogy hatalmas termésköveket vesznek a vállukra, átviszik őket a vizen, majd a túlparton leteszik. Micsoda ostobaság gondolta. Belépett a vízbe, és egy szempillantás alatt majdnem elsodorta a víz. Visszabergődött a partra, és azt mondta, nem ők, én vagyok az ostoba. Milyen ostoba vagyok, amikor lázadozom a rám helyezett kövek ellen? Milyen ostobák vagyunk, amikor le akarjuk rázni magunkról azt, amivel Isten meg akar óvni bennünket a sodró ártól pedig mi módon menekedünk meg, hogyha nem törődünk ilyen nagy üdvösséggel. Aztán az a szomorú következménye annak, ha valaki nem törődik a nagy szabadítással, hogy a lelki ismerete fájdalmasan fogoly marad, a bűn fogja. Az a szolga, aki ismerte Úr akaratát, és nem teljesítette azt, vagy nem cselekedett akarata szerint sok verést kap mondja az Úr Jézus. Komolyan kell vennünk tehát a bibliai kijelentést, mert nincsen más evangélium. Ne keressünk, és nem is kereshetünk, mert nem találunk mást. Nincs más evangélium. Nem elég csak szóval helyeselni a hitet, hanem cselekedni is kell. Akarod -e, hát tudni te ostoba ember, hogy a hit cselekedetek nélkül meddő. És mindenki saját szemében láthatja a lelki változásokat az igazi keresztjénekben. Azt hiszi Ferencről, aki fényes kastélyt, gazdag örökséget hagyott maga mögött, és felvette a szőrcsuhát, róla maradt fent, hogy anyja, aki egy hívő asszony volt, azt mondta, fiam, ne tedd ezt, ne hagyj itt mindent. És erre Ferenc azt felelte, anyám maradnék, de hív a tenger. Hív a szeretett tengere. Mi módon menekedünk meg mi, akik tudjuk mindezt, ha nem törődünk így nagy üdvösséggel. Jézus Krisztus bennünket is hív, és szeretnék néhány szót mondani azoknak, akik már ismerik őt. Ha mesternek hívtok, kérdezzetek. Ha útnak neveztek, ó jöjjetek, vagyok a fény, és nézzetek rám, életet kap, ki eljön hozzám. Ha bölcsnek neveztek, kövessetek, én adhatok mindent, csak kérjetek. Irgalmam nagy, és oly végtelen, örökké él, ki hisz én bennem. Ma jöhetsz még bűnös, van kegyelem, ó nevesd meg kérlek szeretetem, ismerhetsz jól, és mégsem hiszel. Ne engem vádolj, ha elveszel. Urunk, ments meg bennünket! Ne térjen hozzád vissza a te igéd üresen, cselekedje meg mindazt, amiért elküldted, hogy belekapaszkodjunk, és ne keressünk más menekülést. Amen. Amen.